A komédia több mint 7 évtizedes múltra tekint vissza, ősbemutatója 1939-ben volt, aktualitásából azonban mit sem vesztett. Annak idején Gombaszögi Ella és Kismanyi is játszott a darabban. A rendező Gergely Róbert még a múlt században Gusztit, az Inast alakította a komédiában, így véletlenül egy rendrakás során került a kezébe újra a forgatókönyv. Ekkor határozta el, hogy ezt újra színpadra kell vinni. Hiszen azok a bizonyos szituációk, azok az anyós viccek, és az az élethelyzet, amelyről ez szól, egy magyar vállalkozóról, aki tőke hiányában szeretné megvalósítani nagy álmát, egy paprikás csirke vacsorára invitálja az amerikás magyarunkat, Mr. Kennedy-t és lányát. És hogy aztán mi történik ezen a vacsorán, illetve a vacsorát követően, azt úgy gondolom, hogy érdemes megnézni a mi előadásunkban. Pényes Szabolcs zenéje, a nagyszerűen megírt poénok és a szereposztás Kiskörösön is garancia volt a sikerre. Az előadás különlegessége az volt, hogy a Barátok közt sorozatból jól ismert házaspár, Csomor Csilla és Erkárpáti Péter most is házaspárként tépett színpadra. A Robi ötlete az volt, hogy akkor lehet ezt jól kommunikálni, meg akkor van ennek nagyon jó hírértéke, hogyha mi ketten vagyunk, az a bizonyos házaspár. Tehát akit bárhol az országban ismernek a televízióból, mint házaspárt, azt a színpadon látják egy másfajta szituációban. Úgyhogy amikor összetalálkoztunk, akkor a Robi elmondta, hogy eznek csak így van, vagy így lehet értelme, és ott mind a ketten a Peti is, és én is igent mondtunk. A Paprikás csirkében sok jól ismert sláger csendül fel, és a sok éven át prózai színészként ismert művészeket a közönség most énekelni is hallotta. Én ugye majdnem 20 évet játszottam a televíziós sorozat előtt színpadon. Számomra nagyon sok zenés szerepet. Prózai vagy zenés? Zenés, prózai, tehát voltam a kabaré konferenciájától kezdve, aztán mindenféle. Úgyhogy nyilvánvalóan nagy közönség erről nem tudhat. Nem is dolga, hiszen neki csak egy prózai, televíziós, drámai sorozatból lehetek ismerős, de úgyhogy nem idegen tőlem a műfaj. A tévésorozatból jól ismert két művészes csatlakozott, mások mellett két igazi klasszis, Heller Tamás és Csonka Zsuzsanna, hogy egy szerelemben, szenvedélyben, dalban, humorban és eleganciában bővelkedő előadással örvendeztessék meg a kiskörösi közönséget. A produkcióban Fényes Szabolcs zeneszerzőnek köszönhetően számos ismert sláger csendült fel, mint például a Fogj egy sétapáltát.